selfie bottal szólalt fel a parlament rendkívüli ülésén a Párbeszéd társelnöke. A Fidesz színészkedésnek nevezte az ellenzéki pártok kezdeményezését. Mit szól ehhez Szabó Tímea? A Párbeszéd társelnökét Bíró Marianna és Lampé Ágnes kérdezi Rónai Egon mellett. Így van, jó estét kívánok, jó estét nektek is, szervusztok. Jó estét. Elmondom a kedves, nem bírom ki, tehát, hogy itt ültünk, csendben vártuk, hogy mi történik, egyszer csak valamelyikünknek felmerült, hogy hát milyen képeket. Neked. Milyen csodálatos képeket rak ki a gyerekekről, meg a családról, és hogy gyönyörűek és fantasztikus, és ettől mindenki. A politikusnak, bocsánat, ez egy nagyon profán kérdés, én tudom, meddig szabad ebben elmenni? Meddig szabad megmutatni a családját a nyilvánosságnak úgy, hogy az ne legyen visszaélés a végén? Hát én nekem van egy ugye privát Facebook oldalam, és ott ugye csak az én barátaim látják a fotókat, tehát oda, igen, de már a nyilvános politikusi oldalamra például a pici 6 hónapos filmet mindig csak hátulról rakom ki, tehát az ő arca nem. Látszik, a nagyja meg már meg tudom beszélni, hogy akkor ő ezt vállalja, nem vállalja, és van úgy, hogy azt mondja, hogy most nem, van úgy, hogy most szilveszterkor azt mondta, hogy igen, akkor boldog új évet kívántunk, hogy ez így szokott. Tehát a politikus életéhez nem tartozik hozzá, hogy mondjuk a családjával mutogattatja magát, hogy népszerűbb legyen, szimpatikusabb legyen, többnek látszódjon, ezen kívül egyébként nem, tehát az, hogy néhány alkalommal én kirakok a Facebookra egy fotót, ezen túlmenően nem folyik bele a család, nagyon tudatosan nem folyik bele. Nagyon belejött ebbe a selfie botozásba, ez már ma is működött megint. Ezt értem, először csináltam, úgyhogy... Otthon se? Akkor azért tartotta ilyen furcsán. Ezt az irodából hoztam, igen. Most néztem a bejátszásba, hogy egy kicsit... Nem, hogy annyira természetes vagy, mert... Akkor hagyj csatlakozzak már rögtön a selfie bothoz, mert hogy azt mondják, hogy új eszköz, azt mondja az ellenzék, és önök is, a pártja részéről is, hogy új helyzet van, és új eszközöket kell alkalmazni. Ez nyilván a kommunikációra is vonatkozik, a média megjelenésekre is vonatkozik. Annyiszor hallottuk már, hogy új eszközök lesznek, ugye ön is elmondta ma is, hogy nem lehet úgy folytatni, ahogy eddig, már hogy az ellenzéki munkát. Ez mit jelent konkrétan? Tehát mondjon már pár konkrét példát, hogy mit fognak másképp csinálni. Hát például azért tartottam fontosnak ma is elmondani, hogy azért nem azért hívtunk mi összerendkívül ülést ma, mert úgy akarjuk folytatni, mintha mi se történt volna, és akkor ugyanúgy bejárunk majd a parlamentbe, és felszólalunk a üres kormánypárti székeknek, hanem azért, mert egyébként az, ami az MTV a székháznál történt, az egy olyan fokú botrány és jogtiprás, ami azért a Fidesznek és Orbán Viktornak a saját választói felé is el kell számolnia. Ezt nem tette meg. Egyébként én nem emlékszem olyanra, még rendkívüli ülésnél sem, hogy előfordult volna, hogy még egy államtitkári válaszadó sem ült be a pacsorokba, hogy legalább a napirend előttire válaszoljon. Most ez történt, tehát teljesen üres. Igen, volt. Ezek kérdezem, hogy milyen módszerekkel tud ezekre reagálni az ellenzék, milyen módszerekkel. És hát nyilvánvalóan tehát fogunk mi még parlamenti eszközöket is igénybe venni, hiszen azért választottak be minket, azért ez egy olyan jogosítvány, amivel azért lehet még játszani, és a nyilvánosság felé is kommunikálni. De nyilvánvalóan itt a civilekkel, szakszervezetekkel, pártokkal közösen most már utcai akciókat, akár szakszervezetekkel közösen útlezárásokat, tüntetéseket, polgári engedetlenségi akciókat, tehát olyanokat fogunk majd közösen kitalálni és megcsinálni, amire eddig valóban nem került sor. Radikalizálódnak az ellenzéki pártok? Ezt lehet mondani, vagy félreérthető a kifejezés? Szerintem félreérthető a kifejezés, szerintem a kormány radikalizálódott, és olyan mértékben most már tényleg a látszatra sem adnak, hogy itt már nincsen demokrácia és nincsen jogállam, hogy erre nyilvánvalóan valamit nekünk is válaszolni kell. Most már nem tudunk hova hátrálni, úgyhogy nekünk is, ahogy fogalmazott, más eszközöket kell igénybe venni. De ez mit jelent egyébként, hogyha semmiféle következménye nincs az önök eszközeinek, akkor meddig lehet folytatni, vagy meddig kell elmenni? Itt most nem csak az utcai, vagy akár polgári engedetlenségre gondolok, hanem például ugye a hétvégén hír volt, hogy nem indultak eljárások az országgyűlési képviselőket érintő erőszak gyanújával, miközben egyébként hát különböző rendőrségi eljárások, sőt már bírósági eljárások lezárultak a tüntetőkkel kapcsolatosan. Tehát ki tud törni ebből a burokból az ellenzék? Az utóbbi azt szerintem egyáltalán nem meglepő, tehát az, hogy Polt Péter nem indít nyomozást a mi feljelentéseinkre, viszont hogyha az MTVA tesz, vagy egy fideszes politikus tesz, akkor igen, tehát ezen szerintem azt nincs tudja, ember, aki megdöbben az országot. Azt tudja, hogy az MTVA feljelentéseire van egy ügyészségi vizsgálat?
Nem, de sejtem. Mert ugye az MTV-je is tett egy jó néhány feljelentést. Igen, igen. Azt meg én azért cáfolnám, ami a mondat eleje volt, hogy itt nem történik változás. Szerintem egy nagyon komoly változás történt. Egyrésztről 8 év után először állt össze úgy az ellenzék, ahogy eddig még soha, és amitől Orbán Viktor retteg. Hát ezt ki kell mondani, hogy ettől félnek. Nem véletlenül egyébként, nem, valószínűleg nem fogják megbüntetni például, vagy nem nagyon keményen a képviselőket sem a december 17-i akció miatt, nem a 17-i, a szerdai, tehát az utolsó parlamenti akció miatt, mert nem akarnak belőlünk mártírokat csinálni, nem akarnak még nagyobb feneket keríteni, nem véletlenül nem jött ma el egyetlen kormánypárti képviselő sem a mai ülésre, egyszerűen félnek, félnek attól, hogy az ellenzék mit mond, félnek szembesülni a valósággal, nem akarják, egyszerűen szűnyeg alá akarják söpörni ezt az egészet. Az, hogy a szombati 2 órás tüntetése már közel 40 ezeren regisztráltak, sokkal többen, kétszer annyian, mint a korábbi tüntetésekre, az azért, én nem mondanám azt, hogy nincsen hatása, vagy nem történik semmi. Én a következményekre kérdeztem, tehát nem mondtam, hogy nincsen változás, és éppen azt firtatom, hogy ezeknek az újfajta cselekedeteknek lehet-e következménye. Szerintem lesz. És akkor mikor? Májusi európai parlamenti választáson, vagy éppen ősszel az önkormányzatén? Hát most egy olyat kérdezz tőlem, amire én nem tudok válaszolni, hogy mikor fog meghátrálni a kormány, de nekem meggyőződésem, hogy Orbán Viktor ebben meg fog hátrálni. Varga László azt mondta itt egy órával ezelőtt, hogy ez az első lépés, és igazából az a cél, hogy mondjon le a kormány, vagy menjen, ha máshogy nem megy majd a választásokon. Igen, a kormány. Hát teljesen egyetlen, ezzel az úttal el lehet odáig jutni? Szerintem igen, hogyha összekovácsolódik egy ilyen szakszervezetekből, civilekből, pártokból álló ellenzéki egység, és már nem csak 2,5 millióan fognak állni mögöttünk, hanem mondjuk 3,5 millióan, mert egyre többen követik azt, amit mi csinálunk, mert azért azt tudjuk, hogy a nyilvánosság nagyon beszikült, ezért is vagyunk kénytelenek olyan új eszközöket használni, mint például a selfie-bot a parlamentben. Ha azért többekhez eljut az üzenet, többen elkezdenek gondolkozni, hogy ja, akkor itt mégsem csak azon, amit a kormánypárti propaganda leír a sajtóban, akkor azért itt egy nagyon komoly változás lehet, és én is azt gondolom, hogy nyilván az első lépés ennek az európai parlamenti választás, aztán az önkormányzati, és hát nagyon reméljük, hogy aztán 22-re meg egy radikális. De bocsánat, lesz. Csak egy fél mondat, hogy és akkor a rabszolgatörvényen mi lesz? Tehát konkrétan azok a esetleg elégedetlen, sőt dühös munkavállalók, akiket a felmérések is mutatnak, hiszen a társadalom 83%-áról számoltak be most már felmérések, hogy elutasítják ezt a jogszabályt. Ez az első pontja ugye a követeléseiknek. Avval meg fog hátrálni a kormány? Meg hátrálásra lehet késztetni? Én azt gondolom, hogy valamit ki fognak találni, ami nekik talán a legkevesebb arcvesztéssel fog járni, de nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez ennek a nyomásnak a hatására fog bekövetkezni. Szerintem be fog következni, ahogy ön is mondta, hogyha 83% ezt elutasítja, akkor nem csak arról a néhány, szerintük néhány ellenzéki szavazóról van szó, akik az egész kormányt utálják, hanem itt a kormánypárti szavazók is elégedetlenek, és ezt nem sikerült átvinni, ezt az üzenetet nekik, szerencsére, hogy egyébként ezzel minden rendben van, bárhogy is próbálkoznak, tehát igenis sikeres az a fajta akciósorozat és az a fajta kommunikáció, amit mi most itt közösen elkezdtünk. Akkor ha csatlakozom már pont ez, amit említett, hogy a kommunikáció és hogy mi jut el mondjuk a fideszes szavazókhoz. Géfotor Gábor például úgy fogalmazott az ellenzékkel kapcsolatban, és ez most már láthatóan egy ilyen új terminus technikus, ami át fog menni a közbeszédbe, az, hogy az ellenzék most már a politikai terrorizmust használja, tehát ez az új szlogen, vagy legalábbis ezt mondta, az erőszak eszközéhez nyúl, és ilyeneket mondott, hogy kinyitotta azt a szelencét, amelyben benne van az erőszak szelleme, és egyébként pont Ordai Bencét hozta fel példának, aki nem határolódott el mondjuk attól a tömegtől, amelyik felgyújtotta a szánkót. Tudom, hogy ez a szánkó téma. Most is ott vannak a Kossuth téren, miről beszélünk? Igen, az karácsony, de hát az karácsonyi ajándék lett volna, értem, nem? Csak ő arról beszélt, és ugye itt a kormányzati kommunikációt említette az előbb, tehát láthatóan ők erre az üzenetre fognak ráülni, és ezt fogják kommunikálni az emberek felé, hogy önök egyre erőszakosabbak, és ezt próbálják a politika szintjére is átvinni, és a politikusok is beálltak ebbe a sorba. Erre mi az önök válasza, a reakciója? Nyilvánvalóan erre nincsen válasz, hát pontosan tudjuk, hogy nem erőszakosak ezek a tüntetések, ahhoz képest, hogy hány ember vonul, és hány ember iszonyatosan dühös emiatt az egész kormány miatt. Tehát most erre nem kell önöknek reagálni, semmit nem kell
bármit mondani? De hogy nem, hát mindig sáfoljuk meg. Elég erős szavak ezek, hogy politikai terrorizmus. De nyilván elfogjuk, illetve elmondtuk már, és minden alkalommal elmondjuk, hogy nem erőszakos, mi magunk is mindig a békés ellenállás mellett vagyunk. De most az, hogy Géfogadó Gábor elmondja, hogy terrorizmus, akkor tehát ettől sem esik le a, nem tudom, tehát senki jó, a székről, mert ezt is tudjuk, témát. Hogy ezt fogja mondani. Budapestre hadd hozzam vissza a dolgot, egészen pontosan hadd hozzam el a dolgot, ne haragudj érte, csak nagyobb megy az időnk, és ezt nem bírom ki. Karácsony Gergely főpolgármester jelölt lesz, ez most már ugye nyílt titok, tehát bár holnap jelentené be, de hát tele van vele a sajtó. Biztos az, hogy az MSZP-vel kell megvívnie az első csatáját ezért? Mert most úgy néz ki, hogy ez lesz ennek a történetnek a sorsa. Egyik oldalon Horváth Csaba, másik oldalon Karácsony Gergely. Nézzük a végcélt. Az a végső cél, hogy az ellenzéki oldalon egy kihívója legyen Tarlós Istvánnak. Ehhez én azt gondolom, hogy miután a Párbeszéd az MSZP-vel áll szövetségben, ez először nekünk teljesen egyébként átlátható és demokratikus folyamatokon keresztül kell eldöntenünk, hogy illetve nem nekünk, hanem a választóknak, hogy itt a szövetségen belül ki legyen a szövetségnek a közös jelöltje, és majd utána teljesen ezért, tehát két lépcsős lesz. De én azt gondolom, hogy holnap teszi meg valóban hivatalosan Karácsony Gergely ezt a bejelentést, és szerintem nagyon örül, hogyha itt elmondhatja, nézzük meg is a részleteit. És én ön örül annak, hogy Karácsony Gergely, mint társelnök beáll ebbe a, vagy sikerül, vagy nem, kétesélyes csatába? Ugye ez kétesélyes többször is, Horváth Csabával szemben is, meg Tarlós Istvánnal szemben is. Én azt gondolom, hogy a felmérések eddig is azt mutatták, és most is azt mutatják, hogy Karácsony Gergely a legnépszerűbb ellenzéki politikus, és szerintem a legalkalmasabb kihívója jelenleg Tarlós Istvánnak, természetesen minden más kihívó, vagy Horváth Csaba is egy kiváló politikus, de a választók egyelőre a felmérések alapján ezt máshogy ítélik meg, hogy ki legyen Tarlós István kihívója, tehát Karácsony Gergelyt akár, de egyébként igazából ezt meg az előválasztás fogja majd a végképp kimondani, vagy a végső szót kimondani erre, úgyhogy hát ne szaladjunk előre, meglátjuk, hogy ki lesz az az ember, aki... Én pontosan említette, hogy ugye a választók reagálnak arra, hogy egy eddig sosem látott ellenzéki egységben tudnak mozogni, vagy akként cselekedni, akár a most szombati tüntetésre is együtt mozgósítani, és egyebek. Hát egy ilyen előválasztáson kétségkívül egymással kell foglalkozniuk, és egymás jelöltjeivel versengeniük majd a főpolgármester jelölteknek. Ráadásul ugye az önkormányzati választás az korán sem csupán Budapestről és Budapest főpolgármesteri székéről szól. Mi lesz az ellenzéki egységgel, hogyha két ilyen téma fut egymás mellett, olyan, mintha az egyik trollkodná a másikat? Nem, szerintem semmiképpen nem. Mi mindig is azt támogattuk, hogy vonjuk be jobban a választókat ezekbe a választásokba, tehát ne a színfalak mögött dőljenek el azok a nagyon fontos kérdések, hogy az emberek kit akarnak bizonyos pozíciókban látni. Biztos, hogy nem lesz negatív kampány, tehát ez nem úgy fog kinézni, hogy akkor a jelöltek egymást fogják szapulni. Nyilvánvalóan mindenki ismerteti a saját programját, és az emberek választanak. Szerintem ez pont, hogy meg fogja erősíteni az ellenzéki egységet, és egy olyan irányba fogja vinni, ami az önkormányzati választáson már nem csak Budapesten, hanem vidéken is azt fogja eredményezni, hogy legalábbis, hogyha nem is mindenhol, de sokkal több helyen az ellenzék képviselőit tudjanak győzni. Legyőzhető Tarlós István? Simán. Simán? Simán. Erős. Köszönöm szépen, ez egy optimista végkicsengése volt annak, amit el akart mondani nálunk, és rengeteg kérdésünk lett volna a kolléganőkkel is, látom vagyok. Még, de most ennyire futott, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Jön a Jakubcsek Plusz, mert az új évben is itt van ám a műsor, 8:30 kezdődik, ez sem változott, és kérdezem is Gabit, hogy mi lesz a műsorban. Szervusz, Gabi! Szervusz, jó estét kívánok! Ma is jelentkezik a Jakubcsek Plusz. Vajon hogyan látják a vakok a világot, mit érzékelnek, és mely érzékszervük fejlődött ki jobban? A második témánk pedig olyan férfiak, akik későn vállaltak gyermekáldást, előny vagy hátrány. 8:30 megtudják. Holnap este pedig megtudják azt, hogy mi történik majd holnap, és amiről érdemes lesz beszélni, azt itt az Egyenes Beszédben megnézhetik Rúgen Miliával. Szép estét, viszontlátásra!